Szombaton rendezték meg a 4. sióréti fedeles fogadhajtó bajnokság 3. egyben döntő fordulóját a sióréti lovascentrumban. A megmérettetés a Magyarországos Fedeles Bajnokság döntőjére kvalifikáló verseny is volt, melyet a héten rendeznek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fábián házán. A gyulai esemény egyik nagy esélyese Veszelszky Gábor fogadhajtó, Lajos Mizséről érkezett a bajnokságra, és 6 éve űzi ezt a sportágat. Itt a legnehezebb az a pálya, hogy egy fedeles versenyről van szó, nagyon összetett, rengeteg dologra kell odafigyelni, egy nagyon odafigyelő dologról van szó. Mint most is látszik a lovak, hogy bent vannak, elég kis terület van, hogy figyelni kell minden apróságra, a labdákra, a pályára, hogy hibátlanul sikerüljön a pálya teljesítése. Az eseményre az ország különböző pontjáról érkeztek versenyzők, de emellett évről évre egyre több néző is végigkíséri a versenyeket. A 4 évvel ezelőtt életre hívott megmérettetésen sejbák és maraton akadályok között zajlik a fogadhajtás. Mögöttem van egy felépített pálya, mint látjuk, start céllal, fotocellával, időre, hibamentesen. Az időre hibamentesen az azért nagyon fontos, mert sokszor egy picit lassabb és hibátlan, sokkal eredményesebb, mint egy gyors, hibás. Egy labda leesik, és 5 másodperc büntető. Sahány labda leesik, annyiszor 5 másodperc, és elég kiélezett a verseny, itt 100 másodpercek döntenek. Egyes fogad kategóriában Varga László szerezte meg a győzelmet, és vihette haza az első helyezettnek járó kupát. A póni fogatok 2 fős versenyét Szabó Ádám nyerte, Balla Evelin lett a második. A 16 fős 2-es fogatok mezőnyében Galambos Nándor nyerte meg a versenyt. Deli Dániel végzett a második helyen, és Veszelszky Gábor szerezte meg a 3. helyet.